Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Elégedettségi szintetek, hogy áll a mai világunkban? Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Egyre jobb világunk van, nem? Szépen haladunk a jó világ felé. Nem? Az emberek egyre boldogabbak, egyre kiegyensúlyozottabbak. Egyre több szeretetet adnak egymásnak, nem? A gyerekek is egyre jobban vannak nevelve. Nem? Egyre kevesebb az alkoholizmus, egyre kevesebb a drogozás, nem? Vagy nem ezt látjuk? A PPH-s berkekben tényleg így van, amiket most elmondtam. Csak valahogy a külső világban. Nem, azt mondtam, hogy egyre kevesebb. Leszoktál róla? Jó, hát ide ugye nem hiszem, hogy olyanok jöttek volna valahogy, akik akkor drogoztak, amikor még ide jöttek, legfeljebb előtte. Meg ugye persze voltak olyanok, akik szerették az alkoholt, lehet, hogy most már egy kicsit kevésbé, ugye a hatásunkra. Tehát nálam ez úgy volt, hogy hát én is átlagember voltam anno annak idején, és nem azt mondtam, hogy rendszeresen ittam, de ha valamilyen olyan esemény volt, akkor társasággal én is ittam. Tehát magamtól nem, magamtól sose ittam. Csak ugye a társaság kedvéért, tudod. És akkor ugye mi rendszeresen jártunk bálokba, meg esküvőkre, mert ugye népes a rokonság, aztán mindig hívtak, lagzikba, nem esküvőkbe, lagzikba. Tehát csak, hogy mert nem mindegy, az esküvő az csak egy házasság, a lagzi az meg népünnepé. Szóval, és akkor ott lehet mulatni. Tehát azért sokat jártunk a nejemmel mulatni, és hát ugye én mindig úgy voltam, hogy hát mint mindenki más, ezt láttam a szüleimnél is, hogy hát ugye apu az nem sokat, de ilyen alkalmakkor viszogatott. Meg hát más is az ilyen mulatságokon az emberek ott iszogatnak. És akkor én is úgy iszogattam, nem részegségig, hiszen tehát én ilyen szórakozó helyeken soha nem voltam részeg életemben, és utána sem, meg előtte sem. Csak ugye, hát azért az ember iszogat, és akkor azt vettem észre, hogy én már bizony egy órakor, már éjfél után már mindig ásítoztam. Igen. És akkor olyan, hát egy órakor már mindig egy óra környékén elkezdtem mondani a nejemnek, hogy menjünk már hazafele, mert álmos vagyok. És ez rendszeres volt. Ugye akkor még a nők nem ittak, ezért ugye a nejem nem ivott, és bírta. És akkor egyszer voltam egy olyan lagzin, ahol haza kellett jönni a lagziból, és ezért egy kortyot se ihattam, mert ugye én régóta vezetek, 79 óta van jogsim, és ugye azóta van autóm is, és ez azt jelenti, hogy ugye mi mindig autóval mentünk ide-oda. De hát ugye, mit tudom én, mondjuk egy lagziból vagy egy bálba úgy volt, hogy ha bálba voltunk, akkor ugye nem messze volt a szállástól, tehát ezért lehet egy gyalog hazamenni, az esküvő szintén, ugyanez is a lagzi. És akkor így nem volt gond, hogy itt ivott az ember, mert hát gyalog ment úgyis haza. De hát itt akkor ugye nem voltunk Szabolcsban, és hát haza kellett még akkor éjszaka jönni, vagy másnap reggel korán.
És hát úgy volt, hogy egyik ilyen lagziba nem ittam egy kortyot sem. És nagyon érdekes volt, mert feltűnt, hogy nem voltam fáradt. Tehát ami azt jelenti, hogy éjfél után nem kezdtem el ásítozni, nem kezdtem el mondani, hogy menjünk haza, és gyakorlatilag ameddig a lagzi volt, bírtam, utána meg 330 kilométert vezetve hazajöttem. És hát úgy, hogy ezek a lagzik azért ugye elkezdődtek, tudom, este 6-kor, és ott a tánc is elkezdődött 6-kor, és én végig táncoltam az egész éjszakát, utána is én már hazajöttem. Érted? Úgyhogy nem ittam. Na és onnantól kezdve azt mondtam, hogy nyisd a többet. Tehát azóta akkor iszok maximum valamit, hogyha mondjuk ilyen megfázásos, megelőzéses tünetet kell produkálni, elalvás előtt közvetlenül, akkor egy kupicával, nem egy literre, egy kis kupicával, tehát így max fél deci, ugye ilyen pálinkát, annyi, de még szilveszter, úgyhogy azt sem tudom mondani, hogy szilveszterkor iszok, mert szilveszterkor meg kölyökpesgővel szoktunk kocintani. Tehát gyakorlatilag, mit tudom én, társaságban akármilyen ivós társaság lehet, én akkor se iszok azóta. Tehát én rájöttem azt, hogy nekem ez nem jó. Tehát nem jó. Tehát nem energiát ad, nem felpörget, nem kedvet csinál, nem old gátlásokat, nekem nem csinált, pont az ellenkezőjét csinálta. Ami azt jelenti, hogy jó, gátlásokat nem kellett oldani, előtte se volt ezzel probléma, tehát nem voltam gátlástalan, most nehogy valaki félreértse, de ilyen célzattal nekem nem kell, tehát azért csináltam, mert hogy más is csinálja, érted? Tehát, és én azóta gyakorlatilag nem fogyasztok alkoholt, tehát nem látom értelmét az alkoholfogyasztásnak. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az alkoholt, az ilyen erősebb alkoholt miért fogyasztottak régen az emberek? Kajafeltörtlenítés, így van, nem volt frigider, nem volt, mit tudom én, olyan technika, mint most, és azért voltak olyan élelmiszerek étkezéskor, hogy amire jó volt, ha előtte ittak az emberek. Csak most mondok példát, van is erre példám konkrét, hogy egy buszos kirándulás, elmentek egy étterembe, és akkor hárman előttek bepálinkáztak. Na, az a három ember nem kapott gyomorfertőzést a ebédtől, az összes többi az kidőlt. És gyakorlatilag erre a célra használták ezeket. Tehát nem azért, hogy oldják a gátlásokat, meg ilyen baromság, de hát most már ugye erre a célra használják, de valahogy az egész társadalom olyan lett, hogy ilyen visszafogott, és hát egy oldásként használják. Tehát megnézed, mit tudom én, elmész most egy buliba, és akkor elkezdenek inni, és akkor majd 3-4 óra múlva, amikor már eleget ittak, már akkor elkezdenek valamicskét mulatni az emberek. Vagy hányni. Ha egy kicsit többet ittak, akkor ugye kijön belőlük, amit megittak. Szóval a lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, tehát ugye, ami azt jelenti, hogy ugye ilyen, az embereknek sokkal rosszabb a hangulatuk, mint kellene lenni, akkor sokkal inkább foglalkoznak azzal, hogy mit szólnak mások. Tehát mi bármikor elmentünk egy bálba, vagy egy lagziba, vagy először kezdtük a táncot elsőnek a nejemmel, vagy elsők között kezdtük a táncot. Tehát ami azt jelenti, hogy mi soha nem ücsörögtünk, hogy most várjuk, vagy nézzük, hogy ott táncolnak az emberek, hanem minket nem nagyon érdekelt az, hogy néznek, vagy mit szólnak az emberek, vagy mit gondolnak, hogy mi táncolunk. Jó, azért hozzáfűzném, hogy
ugye ott ismerkedtünk meg, hogy tánciskola a nejemmel, tehát ugye ezért ugye mondhatjuk azt, hogy összeszokott táncosokként táncolunk, de nem táncosok, mert sose versenyeztünk vagy ilyen, de szórakozásból volt ez a tánciskola gyakorlatilag. És lényeg az, hogy ugye én, engem meg főleg aztán sose érdekelt, hogy ki mit mond, vagy ki mit gondol, vagy néznek, vagy nem néznek, vagy mit szólnak bizonyos dolgok, az, az különösebben nem érdekelt. Ugye, de gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem túl etikusak, és ezáltal ugye, mivel azt se tudják, mi az, hogy etika, ezáltal sokszor ugye olyan dolgokat tesznek, ami az etikával szemben áll. De az ember tudja, mi az, hogy etika, főleg most már, hogy tanultam vagy 20 éve, vagy 25 évvel ezelőtt ugye az etikát, ezáltal ugye az ember tudja azt, hogy mit tehet, vagy mit nem tehet. Tehát ezáltal, hogyha bizonyos dolgokat megtesz, akkor nem azért teszi meg, mert gátlástalan, hanem azért, mert az ember tudja, mi az, hogy etikusság, meg mi az, hogy etikus cselekedet, meg mi az, hogy nem etikusság, vagy mi az, hogy nem etikus cselekedet. És ugye ezáltal az ember fel tudja mérni, hogy ezt megtegye az ember, vagy ne tegye meg. Én jártam, ugye olyan képzésen is voltam, amit azt jelenti, hogy etikett képzés, tehát hogy ahol tanították azt, hogy mi illik, vagy mi nem illik. Oké, és ezáltal ugye ezt is tudom, hogy mi illik, vagy mi nem illik. És hát lényeg az, hogyha az ember tud ilyen dolgokat, akkor nem kell gátlást oldani. Érted? Tehát az, hogy valaki szórakozzon, és valaki nem szórakozik, és hogy mit szól ahhoz, hogy te szórakozol, kit érdekel? Érted? Kit érdekel? Kit érdekel? Tehát az embernek van egy élete, és az életünk egyik legfontosabb dolga, hogy az ember az életének teljességében, amit él, tehát ugye azt, az azt jelenti, hogy mindenki annyit élt már, ahány éves, nem? Hát az a lényeg, hogy ebben az időszakban, amíg élsz, hát jól érezd magad, nem? Nem ez a lenne a legfontosabb? Hogy jól érezd magad? És akkor mit mondanának erre emberek, akik most hallgatnak engem? Azt, hogy hát de ennek vannak feltételei. Hát jól érezném magam akkor, ha, érted? De miért kellene így élni az embernek az életét, hogy feltételekhez kötjük azt, hogy jól érezzük magunkat? Tehát miért kellene annak feltételének lenni, hogy te jól érezd magad? Például miért kell feltételének lenni, hogyha lenne elég pénzem, akkor jól érezném magam, ha lenne elég egészségem, akkor jól érezném magam, stb. Amitől jó lenne a párkapcsolatom, jól érezném magam, stb. Tehát az emberek ilyen feltételeket tesznek ahhoz, hogy jól érezzék magukat, az nem jönnek rá arra, hogyha jól éreznék magukat, akkor jó lenne a párkapcsolatuk, akkor lenne elég pénzük, stb. Tehát fordítva működik a dolog. Olyan, mintha háttal ülnének a lovon. Érted? Szó szerint. Szó szerint. Tehát az ember, hogyha azt csinálja, hogy jól érzi, tehát ugye az a baj az élet élvezetével, hogy nem tudják, mi az, hogy etika. És ha az olyan ember próbálja élni az életét, szó szerint élvezni az életét, aki nem tudja, hogy mi az etika, akkor egy csomó olyan dolgot fog tenni, ami vagy másnak, vagy magának, vagy bármi olyan dolognak nem jó. Oké? És azzal a cselekvéssel ártalmára van önmagának, vagy másoknak, érted? Tehát most gondold végig, ha valaki, mit tudom, úgy akarja élvezni az életét, hogy iszik, mondjuk alkoholt, érted? Nem kis mennyiségben,
Hát az elsősorban én úgy gondolom, hogy magának árt, nem? Meg utána másodszorban a környezetében lévő embereknek, nem? Tehát ami azt jelenti, hogy ha az ember nem tudja, hogy mi az, hogy etika, akkor olyan dolgokat tesz erre a kifejezésre, hogy élvezd az életet, érted? Mint például azt, hogy mit tudom én, valaki párkapcsolatban él, és akkor nem élvezi eléggé a párkapcsolatot, és akkor megcsalja a párját, érted? Mert azt gondolja, hogy az lesz az élet élvezete, hogy megcsalja a párját. De ez az, hogy például az ember mondjuk alkoholizál, és ezzel rombolja a máját, az nem éppen egészséges, tehát nem éppen etikus cselekedet. Ha valaki mondjuk megcsalja a párját, mert úgy akarja élni az, vagy élvezni az életet, érted? Az nem éppen egy etikus cselekedet. Miért? Mert bezzegő nem szeretné azt, hogyha a párja ugyanezt tenné vele. Nem tudom, elég világos-e. Tehát az ember azt gondolja abba, hogy élvezzük az életet, hogy olyan dolgokat tesz, ami nem etikus. Nem etikus. De az ember tudja, mi az, hogy etika, akkor úgy is lehet élvezni az életet, hogy az ember nem olyat tesz, amivel etikátlanságot követel. Mert az etikátlanságnak van egy következménye. A következmény mindig az az etikátlanságnak, hogy az ember az élettől, a saját életében azt visszakapja, azt az etikátlanságot, azért, hogy megtanulja, hogy mit nem kellene csinálnia ebben az életében. Tehát mit nem kellene csinálnia az életében. És gondold végig, az embereknek erről fogalmuk nincs, tehát fogalmuk nincs, hogy az életben minden, ami egy emberrel történik, az következmény. És akkor sokan azt gondolják, hogy most, hogy hallják ezt tőlem, hogy hát ez nem így van, mert ő azt tapasztalta, hogy ő milyen jó ember, és mégis mennyit szenvedett ő már az életében, pedig ő milyen jó ember. És akkor ugye megkérdezném, hogyha megnézném az életedet, hogy mennyit mulasztottál az életedben, amit megtehettél volna, és nem tettél meg. És akkor ugyanúgy a mulasztás az egy ártó tett, mert mondok ezzel kapcsolatban szabályt, hogyha valamit elmulasztasz, amivel mások javát szolgálhatnád, és nem teszed meg azt, amivel mások javát szolgálhatnád, akkor az egy ártó tett. Vagy ha nem teszed meg egy olyan dolgot, amivel magad javát szolgálhatnád, vagy a családod javát szolgálhatnád, az egy ártó tett. Nem tudom, elég világos voltam-e. És minden ártó tettnek következménye van. És örülj, hogy ebben az életedben kapod a következményét, mert még hátha akkor ebben az életedben ki tudod javítani azt, amit elrontottál, elszúrtál. Mert rengeteg olyan ember van, aki elront dolgokat, tehát mondjuk nem tesz meg olyan dolgokat, amit meg kellene tennie, mert ma a legnagyobb bűn, ami itt a bolygón van, az nem az, hogy az emberek rosszak, és nagyon szándékos ártó tetteket követnek el, hiszen nem csinálják azt, mint régen, hogy fogták azt, mit tudom én, valaki rosszul nézett rá, aztán fogta, kést húzott, azt ledöfte, érted? Tehát nincsenek olyan brutális cselekedetek, mint anno annak idején, ebből a szempontból sokkal etikusabb a lakosság, hanem a legnagyobb probléma, ami ma a bolygón van az emberekkel kapcsolatban, hogy nem teszik meg azt, amivel a saját, vagy a családjuk, vagy más emberek javát szolgálnak, de nem csak az emberekről szól a történet,
hanem mondjuk az élőlények javát szolgálnák, vagy például az anyag javát szolgálnák, vagy például mondjuk a lélek, a szellem fejlődésének a javát szolgálnák, vagy például a teremtők javát szolgálnák, vagy ha neked egyes számban jobban tetszik, én nekem az is megfelelő, a teremtő vagy teremtőd javát szolgálnád. Tehát ez a ma a legnagyobb probléma, hogy az emberek ilyeneket nem tesznek. Tehát azt gondolják, hogy ez nem az ő feladatuk. Tehát nem az ő feladatuk jobbá tenni ezt a világot. Akkor kié? Majd az állatok jobbá fogják tenni ezt a világot? Vagy a növények jobbá fogják tenni ezt a világot? Hát itt van egy értelmes faj, amit úgy hívnak, hogy emberiség, nem? Hát ezt a világot vagy az emberiség teszi rosszabbá, dönti rommá, érted? Vagy ez az emberiség teszi jobbá. Ezt a világot, amit úgy hívják, hogy föld, nem a növények, nem az állatok fogják szétrombolni, tönkretenni, érted? Vagy megjavítani, hanem ezt az ember tudja egyedül. És akkor nézd meg, hogy az emberek mit tesznek azért, hogy ez a világ jobbá váljon. És akkor most mondhatnád, hogy szelektív szemetet gyűjtesz, és külön rakod. Aha, és utána honnan tudod, hogy annak a szemétnek milyen sorsa lesz? Beöntik egybe. Hogy nem öntik ebbe esetleg egybe. Tudom, mert egybeöntik, tudom. Csak azért mondom. Érted? És akkor az ember egy csomó azt mondja, másik azt mondja, én villanyautóval járok. Ezt mivel? És akkor előállítják mondjuk azt a villanyáramot szénerőművel. Szóval, miről beszélünk akkor? Tehát nem ez a jobb átétel. Érted? Vagy azt mondja a harmadik, hogy én egészségesen táplálkozom. Hogy? Hogy táplálkozol egészségesen? Te termelsz mindent, és sose permetezed meg, és az a föld, az vegytiszta, mármint nincs benne vegyszer. Érted? Tehát miről beszélünk? Tehát gyakorlatilag nem ezzel tehetünk az emberiségért. Vagy mondja valaki, hát én nem pukizok, hogy a gázok azok tudod, ne terjedjenek. Persze. Ne legyenek ugye, olyan gázok, ami a klíma felmelegedését elősegíteni. Hát figyeld, ha a tehén csinálhat ilyet, akkor az ember is, nem? Nem? Hát majd nekünk is előbb-utóbb úgy kell csinálni, mint a teheneknek most már lassan a gazdák, hogy zacskóba kell pukizni. És hova engedik ki? Kérem a füttésnél. Hogy hogy lesz, az gondoljátok végig. Szóval, ja és ha ezt megszeged, akkor megbüntetnek. Majd mérik. No, szóval egy érdekes világot élünk, tehát azt gondolod, hogy az a jó, hogyha fogalmad nincs, hogy mi az, hogy etika, és egyszerűen élsz, érted, és azt gondolod, hogy az helyes, mert a média azt tünteti föl helyesnek, érted? Tehát az emberek ma a Földön azt gondolják, hogy az a helyes, amit a média feltüntet helyesnek. És annak alapján élnek, amit a média sugall számukra. Érted? De azt egy kicsit az ember ismeri az etikát, és az etikának a szabályait részletesebben, akkor azonnal rájön arra, hogy ez mekkora hazugság, ami folyik a világban, amire megpróbálnak
vagy amivel megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy az a helyes. És az emberek nem gondolkodnak, nem gondolják végig, nem gondolnak utána, nem néznek utána, hogy az tényleg helyes, vagy lehet, hogy nem is annyira helyes. Sőt, lehet, hogy helytelen. Tehát gondold végig, az embernek feladata lenne, hogy akikkel kontaktban van, kapcsolatban van, kommunikációban van, ez nem csak szóbeli kommunikáció, bármilyen kommunikáció, annak mondjuk valamilyen szinten hozzon örömöt az életébe. Nem? Mivel tudod ezt legkönnyebben megcsinálni? Mondjuk, ha személyesen találkozol valakivel. Mondjuk egy mosollyal, nem? Egy örömmel, nem? Érted? Tehát az ember kifejezi mások irányába a szeretetét, nem? Ó, de hát a szeretetet a mai világban, amikor azt tanítják az embereknek, hogy, vedd meg mások szeretetét. Nem közvetlenül ezt mondják, hanem ezt sugallják. Hát a szülők ezt csinálják, hogy a gyerekük szeretetét megveszik. Éppen beszélgettem valakivel a minap, és ugye szóba került, ugye pont ez a kérdés, most egy kis tanítást belerakom, jó? Nyilván módszert nem fogok belerakni, tanítást, hogy, évezredek óta mit csinál az emberiség? Valamilyen eredményt elér, egy csoport, egy személy, egy család, akkor megünneplik. Oké? Ezért volt a szüreti bál. Oké? Ezért volt a húsvét, nem Jézus feltámadása, nem. Oké? Hanem a húsvét az egy ünnep volt. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem egészen a tavasz ünnepe, hanem annak az ünnepe volt, hogy vége van a böjtnek. A 30 napos böjtnek vége van, és húsvéttal ünnepelték meg, a magyar nyelvben benne van, hússal való vétkezés, húsvét. Oké? Mert a böjt ugye arról szólt, hogy nem ettek 30 napig húst. És ezt meg tudták csinálni, akkor megünnepelték azt, hogy ezt meg tudták csinálni. És ugye egy miért mobil ünnep? Hát azért, mert a húsvétot úgy kellett csinálni, hogy fogyóholdba. Érted? És ehhez meg kell nézni, és ez mindig máskor van, hogy mikor kezdődik a fogyóhold, és meddig tart, és addig volt a böjt. Mert akkor hatékony a böjt, hogyha, meg a fogyókúra, csak úgy mondanám, hogyha fogyóhold van. Oké? Tehát ha valaki fogyókurázik, mondjuk növőholdban, akkor ne csodálkozzon, hogy hízik. Oké? Szóval, vagy hogy nem fogy. Lényeg az, hogy megünnepeltek mindent. Megünnepelték például azt, hogyha valakinek születésnapja volt, ha valakinek névnapja volt, ha valaki összeházasodott, ez mind ünnep volt. A vasárnap is megünnepelték, hogy volt egy szabad napuk. A vasárnap az egy ünnepnap volt. Érted? Tehát ünnepeltek az emberek. De a végeredményt ünnepelték meg. És az ünnep az mindig az volt, hogy nem ajándékozással ünnepelték meg az ünnepet.
jaj, de érdekes, nem ajándékozással ünnepelték meg az eredményt, az elért eredményt, hanem ünneppel eredmény, olyan, tehát ismerték el a végeredményt. És ez mit jelent az ünnep? Tehát mit jelent a megünneplés? Mikor összeül a család, vagy összeül egy társaság, érted? És mondjuk van egy közös ebéd, vagy egy közös vacsora, ahol, mit tudom én, mondjuk köszöntik a születésnapját annak az adott illetőnek. Nem feltétlenül alkohollal kell köszönteni, mert miért kellene azzal köszönteni? Oké? És mit tudom én, utána netántán még édességet is esznek. Netántán. Oké? Ezt a bűnt. Netántán még édességet is fogyasztanak. Ilyen bűnös gondolatok. Oké? Szóval, lényeg az, hogy nem jutalmazzák a másikat, hanem megünneplik a másikat. Érted? Nem jutalmazni kell, hanem megünnepelni kell. Oké? Tehát mit tudom én, mondjuk, ha lezajlott a szüret, hát az volt a jutalom, hogy meg volt belőle a bevétel, nem? Lezajlott az aratás. Az volt a jutalom, hogy meg volt belőle a bevétel. Nem kellett még plusz jutalom. Világos ez? Hanem megünnepelték az eredményt. Érted? Tehát sokkal jobban működtek az emberek, mint manapság. Most megtanítják a gyerekeknek, hogyha valami ünnep van, akkor az az ünnep hatalmas jutalmazással jár. És annyi jutalommal elárasztják ajándékkal a gyereket, érted? Mire? Mit jutalmaznak meg? Tehát most megkérdezem, ha te ajándékot kapsz, mikor születésnapod van, akkor milyen, miért kapsz jutalmat? Megjutalmazlak, mert egy éve idősebb lettél. Hát jutalmazd meg az öreg anyádat aztán. Érted? Miért kéne megjutalmazni? Gondold végig. Túlélt azt az évet. Mert hogy túlélt azt az évet. Hát talán én úgy gondolom azt, hogy az ember túléljen egyik évről a másikra, az mintha természetes dolognak kéne lenni, nem? Vagy lehet, hogy beéltünk egy olyan társadalomba, hogy mindenki mérgezi magát, fizikailag is, meg mentálisan is, és jutalmazzuk azokat meg, akik egy éve öregebbek lettek. Érted? Mert a többi már úgyis meghalt, azt úgyse tudjuk megjutalmazni. El, vagy mi az el? Vagy hogy van ez? De hát gondoljátok végig, ha mondjuk nem lenne karácsony, akkor képzeljétek, mármint karácsonykor jutalmazás, tehát ajándékozás, ha nem lenne. Karácsonykor annyi ajándékozást van, annyi kereskedelmi forgalom, ami több mint fél éven keresztül van egész évben. Érted? Az azt jelenti, hogy egy teljes fél évnyi bevétel kiesne. De annyi pénz megmaradna a családokban. Érted? De hát most gondold végig, akik propagálják, hogy te minél többet vásárol, finanszírozzák a reklámokat, ugye azok propagálják, hát azoknak az az érdekük, hogy te minél többet vegyél, nem? És mondom még egyszer, karácsonykor kit jutalmazod meg? Miért jutalmazzatok meg egymást? Miért? Erre tanítottak, így van. Erre idomítottak, így van. Hogy minél több pénzt költsék karácsonykor. Figyeld, én nekem nem egy olyan ismerősöm volt, aki azért adósodott el, mert nem volt elég bevétele,
és karácsonyra ajándékozni akart, és fölvett hitelt. Érted? És ezt rendszeresen csinálták ezt, hogy hogy hitelből ajándékoztak. És addig, míg olyan mértékű lett a hitel, érted, hogy elárverezték a házát, és földön futó lett. A másiknak a lakását, és föl tudod, hova kerültek? Tudod, ebbe a, az olyan otthonokba, ahol fizetsz, hogy befogadnak. És most olyan, ilyen otthonokba laknak. Hát, nem, az nem, nem csak, mert az inkább szociális otthon. Az is fizetős. Persze, fizetős, tehát az azt jelenti, hogy nem csak öregek lehetnek ott, ott lehetnek 40 évesek is. Ha fizet. Érted? Ha fizet, persze. Tehát egy, van egy öregek otthona, ha te 20 éves vagy és kifizeted azt a díjat, mehetsz oda. Igen. Nem vicc. Komolyan. Tehát az öregek otthonát már így működnek. Hogy te 20 évesen is beköltözhetsz, ha van oda pénzed. Neki az, a pénze van szükség. Nem, nem feltétlenül. Tehát ma egészséges emberek is vannak az öregek otthonában, érted? Az itt szolgáltatás, így van. Sőt, mit tudom, egy kicsit többet fizetsz, akkor lehet egy apartmanod ott. Érted? Nem, mert annyira nem bérelsz. De ne hangulok. Nem bérelsz, mert mit tudom, havi 300 ezer forintért, vagy 250-ért nem bérelsz egy kis apartman. Érted? És mivel ugye ez ilyen szolgáltatás, ezért gyakorlatilag kihasználják emberek. Tehát nem csak idősek, most nekem van olyan rokonom, érted? Ilyen távolabbi rokon, aki 10 éve, 37 éves korától van ilyen helyen. Éppen hallgatja most az előadást egyébként. Érted? Tehát gondold, gondold végig, hogy, hogy szépen elérték azt, hogy az emberek túlköltekezzenek. Csak gondolj arra, hogy hány olyan ismerősöd van, akinek nincs elég pénze, mondjuk családról beszéljünk, jó? Nincs elég pénze a családnak, de a család összes tagja dohányzik. És ha kiszámolod, akkor a család összes tagja hány tízezer forintot költ el cigarettára. Na most erre régebben hallhattad ezt, mostanában nem forszírozom ezt a kérdést, de hallottál olyat, hát minek éljek, ha dohányozni se dohányozhatok? Biztos hallottál már ilyet, nem? Vagy minek éljek, ha már ihatni se ihatok, nem? Hát elég szegényes élet, ha valaki azért él, hogy dohányozzon. Vagy azért él, hogy alkoholizáljon. Érted? Milyen élet az? Milyen élet? Hát annak jobb lenne, hogyha egy új életbe kezdene. Ami azt jelenti, hogy földobná a talpát, azt indulna csecsemőként újból. Érted? Hát most gondold végig, aki azért él, hogy dohányozzon, vagy azért él, hogy igyon, vagy drogozzon, érted? Mi értelme az életének? Mi értelme az életének? Ha körülnézel az ismeretségi körödben, a rokoni kapcsolataidban, hány olyan ember találsz, nem PPA-sról van szó, akinek azt látod, hogy van értelme az életének? Hány olyat találsz? Ezt még nem is gondolkoztatok el, nem? Hogy gyakorlatilag élnek az emberek, és azt látod, hogy alig találsz olyanokat, akiknek van értelme az életének. Érted? Tehát ugye jobban ránézel egy családra, mondjuk
tegyük föl, gyereket nevelnek. És akkor azt mondod, hogy az az értelme az életüknek, hogy mondjuk felneveljék a gyereket. Aha, és megnézed, a legtöbb család helyesen neveli fel a gyerekét. Őszintén. Nem. Tehát magyarul megnézed, és gyakorlatilag rosszabb felnőtt lesz az a gyerek, akit nevel, mint ő lett. Érted? Rosszabb felnőtt lesz. Na most, akkor, aki ilyen gyereket nevet, mi volt az értelme az életének? Az, hogy egy rosszabb gyereket neveljen, mint ő felnőttként? Ugye nem gondolod ezt komolyan? Mert ha azt mondaná, hogy jobb gyereket nevelek föl, mint saját magam voltam. És ezt meg is csinálná, nem csak mondaná, meg is csinálná. Akkor mondhatjuk azt, hogy neki, ameddig gyereket nevelt, volt értelme az életének. Hát de nem ezt látod. Azt látod, hogy 10 családból, amelyik gyereket nevel, 10 rosszabbul neveli a gyerekét, mint ahogy őt nevelték. Én most egy kicsit hazabeszélek azzal, hogy éppen gyereknevelés coachunk van. A tudatosság fejlesztő után. Oké? A coach képzésen. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, az a tanfolyamunk. Tehát a tanfolyami rendszerben mennek a képzések, egymásra épülve. Mondom, gondold végig. És azt látni, hogy 10-ből 10 család rosszabbul neveli fel. Nem 9, 10-ből 10. Tehát mondhatjuk azt, hogy mindenki. Mindenki. Miért? Hát mert tudatlanok, nem? Tehát és akkor gondold végig, maradjunk innen, ennél a témánál. Mi jelenleg az emberek életének az értelme? Az nem életértelem, hogy pénzt keresünk. Tehát a pénzkeresés és a gyerek felnevelését, tehát ugye, ha most lefordítjuk állatnyelvre a pénzkeresést, akkor mit tudom én, a magevő madárnek az a életének az értelme, hogy magokat keressen és egyen. Akkor az embernek meg az az értelme, hogy pénzt keressen és ezáltal egyen, nem? Akkor mondhatjuk, de hát akkor az az értelme az életünknek, hogy legyen egy fedél a fejünk fölött valami szuper, hiper, szuper, nem? Na, a madaraknál is van, hogy a nőstény azt a hímet választja ki, amelyik legszebb fészket választ, csinálja, érted? Ez így van. Hát akkor most ez egyenértékű az állattal, érted? Akkor ugye, hát akkor legyen az az életünk értelme, hogy gyereknevelés. De gondold végig, a madár az hányal több gyereket vagy kölyköt nevel, érted? Fiókát nevel. Hát sokkal hatékonyabb a gyereknevelése, mint a tiéd. Megtanítják az alapokat. Ne, neked volt egy-két gyereknevelésed, neki meg mennyi? Vagy gondolj egy malacra, mennyi kölyköt nevel föl. Nem? Hát sokkal hatékonyabb benne, mint te. Hát gondold végig. De ők nem fariban rangolnak. Tehát valahogy tehát saját magunk tudatossági szintjét levisszük az állat szintjére, ha azt gondoljuk, hogy ez az életünk értelme. Ez nem az élet értelme, és már pedig ha megnézed, az emberek ezen a szinten vannak. Vagy akkor azt mondja, hogy na hát akkor nézzünk körbe a világon. Hát akkor azt is mondhatnám, hogy állatszint, gondolj egy vándormadára. Hát az is az életének a célja, hogy lásson mindent. Onnan föltötök ki, ahol látja a dolgokat. Igen, igen. Gondold végig.
És akkor eljutottunk oda, hogy sokan azt gondolják, hogy a világon minél több dolgot látni, az az élet értelme. Hát akkor lesüllyedt a vándormadarak szintjére. Nem? Van, aki azt mondja, hogy az az élet értelme, hogy mintha hegyeket másszon. Hát akkor az még mi? Átment kőszáli kecskébe, érted? Hát az is mászik több hegyet, mint az összes ember, amelyik hegyet mászik, bármelyik közülük. És mennyire ügyesebben is, még felszerelése kell neki, tudod? Tehát akkor esélyed arra a szintre. Hát nem ez az élet értelme. Tehát én is éltem úgy életet, hogy kijártam az iskolát, és azt mondtam, soha többet én iskolába nem iratkozok be. Soha többet nem fogok iskolába járni. Érted? Erre meg iskolát alapítottam. Ó, basszus! Mekkora ellentmondás, érted? Úgy éreztem, hogy én vagyok a világ legboldogabb ember, hogy végre kijártam az iskolát, érted? Mert utáltam, azt hittem börtönben vagyok, érted? Úgy éreztem magam legalábbis, mint a börtönben lennék. Pedig akkor még nem is rácsosak voltak az iskolát. Szóval gondold végig, hát én is úgy éltem az életemet, hogy nem tudtam azt, hogy mekkora örömet okoz az ember életében, hogyha tanulhat, fejlődhet és ebben segíthet másoknak. Érted? Fogalmam nem volt erről. Hogy ez mekkora öröm. Fogalmam nem volt. Tehát az eleve egy öröm, gondold végig, hogy az ember boldogul az életében. És nem nehezen boldogul. Hanem a többiekhez képest könnyebben boldogul, érted? Akkor úgy tud boldogulni, hogy az a boldogulás útja, az abban haladás legyen, érted? És az akadályokat képes legyen az ember lebontani. Érted? Tehát nem úgy, hogy mint a legtöbb ember éli az életét, hogy jön elé egy akadályt és megáll és nézi. És azt mondja, hogy na, kész, vége az életemnek, itt egy akadály, kész, nem tudok tovább haladni. És akkor emiatt sokan meg is halnak, nem tud az életében tovább haladni, mert olyan akadályba ütközik, hogy kész, vége. Hát az akadályok azért vannak, hogy mi emberek, aki értelmes lények vagyunk, ezeket az akadályokat felszámoljuk. Vagy nem? Rosszul gondolom? És egy értelmes ember képes arra, hogy felszámolja az akadályokat. Érted? Meg tudja csinálni. Miért? Mert értelmes. Oké? Mi kell ahhoz, hogy az ember értelmes legyen? Jó, ez is egy kis tanítás lesz. Két dolog. Első, egy jó hangulat. Kettő, tudás. És az a tudás akkor tudja az ember kihasználni azt a tudást, hogyha jó hangulatban van. Ezért fontos, hogy jó hangulatban legyen. Ennyi kell hozzá, ez a két dolog. Nem kismillió dolog kell hozzá, hanem két dolog. Jó hangulat és tudás. De a jó hangulat az első, tudod miért? Mert az ember úgy működik, hogy rossz hangulatban képtelen elsajátítani tudást. Az ember csak jó hangulatban tudja a tudást elsajátítani. Az azt jelenti, hogy sajátjává tenni, a sajátjává tenni pedig azt jelenti, hogy használni az életében. Tudást.
és azt csak jó hangulatban tudjuk megtanulni. És ráadásul még az ember úgy is működik, hogy a tudást csak akkor fogja tudni használni. Tehát tételezzük fel, hogy jó hangulatban megtanulta, mondjuk jó társaságban. És az ember jó társaságban tanul, akkor megtanulja a dolgokat. Mert jó hangulatban van. De az ember úgy működik, hogy akkor tudja használni a tudást, amit megtanult, amit képes már használni, ha jó hangulatban van. Tehát az embernek saját magának biztosítania kell azt, hogy jó hangulatban legyen akkor, amikor a tudást használni akarja. Oké? Tehát, hogyha nincs jó hangulat, te tanulhatsz akármennyit. Úgyse fogod tudni használni. Oké? Na most ahhoz, hogy az ember jó hangulatban legyen, na itt van, amiket el kell sajátítani, meg kell tanulni. Hogy képes legyél befolyásmentesen élni. Hogy ne befolyásoljanak a környezetedben lévő emberek, események, történések, stb. Stb. Oké? A legtöbb energiát ez a dolog fog felémészteni. Ehhez viszont az kell, hogy ne uraljon téged a környezeted, hanem te urald a környezetedet. Világos voltam? Mert ha a környezeted ural téged, akkor a környezeted befolyásolja a hangulatodat negatív irányba. Világos ez? Ha te uralod a környezetedet, akkor nem befolyásol a környezeted hangulata. Érthető ez? Hanem te befolyásolod a környezeted hangulatát. Oké? És ezt meg lehet tanulni. De ugye azért jelent ez kihívást, mert gondold végig, te csak egyedül vagy. Környezetedben meg hány ember van, amely befolyásolni akar téged? Hát ez az. És itt egy kérdés van, hogy lesz-e annyi erőd, hogy képes legyél arra, hogy befolyásold a környezetedet? Hát mire befolyásolod? Hát jóra természetesen. Megtanulva az etikát, megtanulva a szeretetet, etikusságra, szeretetre. Érted? Miért? Nézzük. Hogy legyen egy olyan világunk, ahol érdemes mindenkinek élni. Érted? Mindenkinek élni. Nem csak neked, hanem mindenkinek. Egy olyan világ, ahol az emberek jól érzik magukat a bőrükben. Mi kell ahhoz, hogy az ember jól érezze magát? Hát alapvető béke, nem? De nem csak a háború ellenes béke. Hát a legtöbb háború ma a világban nem az országok közt folyik, hanem a családok tagjai között. Érted? A családok tagjai között. Háborúzik egymással a férfi meg a nő, háborúzik egymással a apa meg a gyereke, anya meg a gyereke. Érted? Háború. Sokkal több háború folyik a család szintjén, mint valaha. A családok szintjén sose volt annyi háború, mint most. Itt a Földön. És itt most persze mondhatnánk, mert mennyivel több a család. Százalékosan nézzük. Oké? És ugye mi a háború következménye? Hát ugye a családi háború következménye a szétválás. Ha szülő-gyerek háborúzik, akkor a szülő-gyerek válik szét.
ha a férfeleség háborúzik nő-férfi, akkor a nő-férfi válik szép. Ez a végeredmény. De hát se baj, mert mit mond a legtöbb ember? Van másik, így van, keresek másikat, semmi gond. Addig lesz párom, míg másnak is van, tudod. Vannak ilyenek, akik azt mondják. Tehát, de gondold végig, elmondtam az imént. Ha valaki nem etikus, annak következménye van ránézve. Tehát örüljön, hogyha az ebben az életében visszakapja az ő saját etikátlanságait. Mondom, örüljön neki. Mert ha nem kapja vissza ebben az életben, akkor a következőben még durvábban kapja vissza. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy az ember megéli az ő saját etikátlanságnak következményeit. És ez azt jelenti, hogy mondjuk etikátlankodott a párkapcsolatban, ne is az legyen mondjuk, hogy megcsalták egymást, hanem az, hogy állandóan vitatkoztak, veszekedtek. És akkor jobbnak ítélték meg egy idő után, hogy szétmennek. Mert állandóan marakodtak, háborúztak egymással. Gondolod, hogy a következő párkapcsolat jobb lesz? Hát aki azt gondolja, hogy jobb lesz, akkor nagy tévedésben él. Lehet, hogy az első időszak jobb volt. De hát az előző párkapcsolatban is az első időszak az jó volt. Nem? Különben nem házasodtatok volna össze. Vagy nem jöttetek volna össze. Tehát van egy szabály ezzel kapcsolatban, ha valamit nem építünk, nem fejlesztünk, nem gondoskodunk róla, az elsorvad, tönkre megy, visszamegy az alapállapotba. Mi az alapállapot? Mondjuk egy párkapcsolatnál. A párkapcsolatnál az volt az állapot, hogy nem kommunikáltatok egymással, nem? Az volt az alapállapot. Oké? Lehet, hogy nem is ismertétek egymást. Az volt az alapállapot. A válásoknak mi a vége? Ugyanez. Ugyanez. Nem élnek együtt. Oké? Tehát visszamegy az alapállapotba. Tehát minden visszafejlődik az alapállapotba. Égess el bármit, és visszafejlődik az alapállapotába. Érted? Gáz lesz belőle mondjuk, füst, stb. Stb. Tehát az azt jelenti, hogy nem kézzel fogható anyag. Törj össze egy követ, dirib darabra, homok lesz belőle, érted? Vagy még jobban töröd, por lesz belőle. Visszamegy minden az alapállapotba. Minden. Az élet így működik. Minden törekszik arra, hogy alapállapotba visszaálljon. Ha nem ápoljuk, nem gondozzuk, nem gondoskodunk róla, nem fejlesztjük, ha megnézed, milyen tudatlannak születik egy csecsemő. Próbálj vele megérteni, próbálj vele valamit megérteni. Mondjuk azt, hogy legyél jó kislány, vagy jó kisfiú, szóljál, mikor bele akarsz pisilni előtte a pelusba, jó? Légy szíves, szólja. Próbáld már neki elmagyarázni, jó? Magyarázhatod reggeltől estig, ő akkor is akkor fog becsinálni a pelusba, amikor ő akar. Oké? Amikor ő akar. Na most, és ha megnézed, erre a szintre visszafejlődik a legtöbb ember. A legvégén pelussal kezdte, pelussal fejezi be. Szuper, nem? Hát nehogy már azt mondta, hogy nem alakul vissza arra a szintre. Ha megnézed, mit tudom én, az időség jó része demens. Körülbelül úgy tudsz vele kommunikálni, mint egy csecsemővel. Érted? Tehát ez egy természetes folyamat. De az a különbség, hogy a tudásunk
az nem a testünkhöz kapcsolódó valami. Habár legtöbb ember azt gondolja, mert ezt tanították neki az iskolában. Hát az agyához kapcsolódó dolog a tanulás, a tudás, ilyenek. Ezt tanították, nem ezt tanultuk az iskolában? Hát ugye az agyunkhoz kapcsolódik. Hát ezért ugye még látni is, hogy mit tudom, valakinek van egy agysérülése, és akkor egy kicsit ilyen olyan lesz, mint aki nem e világra való, érted? Nem? És akkor azt gondolják az emberek, hogy ez így működik. Hát pedig ez nem így működik. Hát nekünk van egy olyan részünk, ami korlátlan tudás befogadására van létrehozva, egy, kettő, és van egy olyan részünk, ugyanarról beszélek egyébként, amely nem tud felejteni, nincs olyan, hogy a tudással valami elveszne, vagy ilyesmi, és van még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy azért jöttünk ide, le a földre, ezért vagyunk itt a földön, hogy ezt a részünket fejlesszük, amit úgy hívnak, hogy lélek, a lelkünket fejlesszük. Ezért jöttünk le. És ugye miért látod azt, hogy van, aki idősként teljes, normális agyműködéssel működik, ritka manapság, és van, aki idősként, hát meg olyan, mint egy csecsemő. Tudod miért? Nem azért, mert az egyik, akinek az agyműködése jó, az még mindig jó hangulatban van. Érted? Mindig jó hangulatú. Akinek az agyműködése már csecsemő szintű, idősként, az nem jó hangulatú. Ilyen egyszerű. Az egyiket mondhatjuk azt, hogy megviselte az élet, aki rossz hangulatú. A másikat meg nem viselte meg az élet, ezt szokták mondani. Pedig hidd el, aki jó hangulatú, ugyanúgy megviselte az élet, csak ő jól kezelte az életét, és az életében lévő helyzeteket. A másik, aki csecsemő szintre süllyedt vissza időskorára, az azért tudott oda visszasüllyedni, ugye, mert rossz hangulatú lett, és azért lett rossz hangulatú, mert semmi energiát nem fordított arra, hogy jól kezelje az élethelyzeteit. Tehát, hogyha te azt gondolod, hogy az, hogy aranykor, hát ez egy baromság, az, hogy szeretett korszak, az egy baromság, úgysem mi határozzuk meg a Földön, hogy mi lesz az élet, ezt gondolod, hogy fog alakulni az élet, úgysem mi határozzuk meg, ezt gondolod. De azt, hogy te időskorra visszasüllyedj a csecsemő tudat szintjére, azt te határozod meg, vagy sem. Világos ez? És ha te jó állapotban maradsz, jó hangulatban maradsz, akkor nem leszel beteg. Akkor nem leszel olyan, aki nem tud gondolkodni, akkor nem leszel olyan, aki nem tudja megoldani az élethelyzeteit. És akkor most kérdezem azt, hogy hol van olyan helyed neked az életedben, ahol meg tudod tartani a jó hangulatodat? Van egy hely, úgy hívják, hogy PPH. Oké? Amelynek ráadásul van egy küldetése, nekünk van egy küldetésünk, hogy létre kell hozni egy olyan világot itt a bolygón 2035-re,
ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban tudatosan együttműködni egymással, és jó hangulatban együttműködni egymással, érted? És mi erre törekszünk, és várjuk azokat, akik nem, a Jóistenre bízzák azt, hogy ők most visszasüllyednek-e a csecsemő szintjére, vagy sem, érted? De aki a Jóistenre bízza, hogy majd a Jóisten megsegíti őt, hogy nem fog visszasüllyedni a tudatlanság révén által a csecsemő szintre, akkor erre mondanék egy mondást, hogy azt mondja a Jóisten, hogy segíts magadon, és akkor az Isten is megsegít. És mai világban valahogy, mintha ezt a mondást az emberek elfelejtenék, hogy a Jóisten is csak akkor segít rajtuk, hogyha ők magukon segítenek. És a magunk segítése az azt jelenti, hogy ismeri az ember az élet és az ember működésének szabályait, és akkor elkezdi úgy élni az életét, ahogy egy emberhez méltóan ezt csinálni kell, el kell végezni, érted? És most gondold végig, az az emberhez méltó élet, hogy na már megint hétfőn van, dolgozni kell, jó Istenem, úrva jó, jön a péntek, már csak 2 óra és szabadság, érted? Ez az emberhez méltó élet? Nem az lenne az emberhez méltó élet, hogy reggel fölkelsz, na, ma is lesz egy jó napom. Nem az lenne az emberhez méltó élet? Hm? És tök mindegy, mikor kelsz fel. Érted? Melyik nap egy héten? Hogy tudd azt mondani, hogy ma is lesz egy jó napom? Nem ez lenne az emberhez méltó élet? És vajon így élnek az emberek a környezetedben? Nem. Hát én úgy gondolom, hogy pedig ez lenne az emberhez méltó élet. És nem kellene segíteni az embereknek, hogy úgy tudjanak reggel fölkelni, hogy na, ma is lesz egy jó napom. Hm? Nem kellene. Tehát ha azt gondolod, hogy kellene, várunk szeretettel, jó? Ha azt gondolod, hogy jó, úgy ahogy van, mint ahogy van, figyeld, akkor az a te dolgod, ennyi. Aztán szépen visszasüllyedsz, pedig 35-re ez egy dátum, de te úgyse hiszel ebbe, semmi gond ezzel, semmi gond, hogy visszasüllyedsz a csecsemő tudatszintjére, érted? Neked az, ha megfelel, semmi gond nincs ezzel. Jó? És akkor mondhatnád azt, tehát ismerted a nagyszülődet, és ők sem süllyedtek vissza a csecsemő szintjére. Igen. Csak mondanám, hogy a nagyszülődet nem érte ennyi külső hülye befolyás. Érted? Nem érte őket az életük kezdetétől ennyi negatív impulzus. Érted? Mint amennyit most ér egy embert. Soha nem volt ekkora külső támadás a tudatosságunk ellen, mint amit most kap az ember a mai világban. Soha nem volt. Ez a külső támadás a tudatosság ellen azt éri el, hogy tényleg egyre több az olyan ember, aki visszatér a csecsemőkori tudatosságára. Oké? Tehát ne azt nézd, hogy mi volt ezelőtt 30-40 akárhány évvel, hanem azt nézd, hogy mi van. És nézd meg a legtöbb idős ember, hogy tényleg a csecsemő tudatossági szintjére visszasüllyed. Soha nem volt ennyi idős demens, soha nem volt ennyi idős pelusos, érted? Soha!
Tehát nem csak darabra, százalékban. Érted? Tehát az idősek százalékában nézünk. Jó, itt van egy közösség, amelynek van egy óriási célja a bolygó történelmében, vagy mondjuk finomabban az emberiség, ennek az emberiség történetében. Nem volt még egy olyan cél, hogy az emberiség hozzon létre egy aranykort. Oké? Nem volt ilyen cél. Most van egy ilyen cél, azért is meg kell csinálni, mert muszáj megcsinálni. Érted? A muszáj az meg nagy úr. Ugye tudjuk? Igen. Oké? Tehát vagy megcsináljuk, vagy ez az emberiség, mindelőtte hat emberiség megy a levesbe. Oké? Nem tudom, tudjátok-e, csak még egy rövid mondat, hogy az előző emberiségek miért mentek a levesbe? És mikortól mentek a levesbe? Amikor elkezdtek Istent játszani. Amikor az előző emberiségek elkezdtek Istent játszani, akkor az Istenek azt mondták, hogy irány a leves! Oké? Okay. És nem elkezdett véletlenül ez az emberiség Istent játszani? Hát csak úgy kérdezném. Tehát ilyen formában, ahogy most működik az emberiség, ez az emberiség vég időszaka. Hát csak úgy mondanám. Jó? Hogy tisztában legyünk ezzel. Tehát ezért vagy megcsináljuk erre az időszakra az aranykort, a szeretett korszakot, vagy ez az emberiség megy a levesbe, mint az előző. Jó? Tehát vannak itt olyan tudatlan emberek a bolygón, akik azt gondolják, hogy nem is voltak előző emberiségek. Figyeld, nekem felőlem te azt hiszel, amit akarsz. Nekem aztán tök mindegy, te mit hiszel. Nem kell azt elhinni, amit a tények igazolnak. Hát a tények igazolják, hogy már itt, mit tudom én, évmilliókkal ezelőtt voltak emberek, érted? Jó? Meg technika, meg egyéb dolgok. Na mindegy. Jó? Tehát várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha kérdésed van, keres egy PPA-st, kérdezz tőle. Ha úgy gondolod, hogy jelentkezni akarsz, keres egy PPA-st, és jelentkezz nála, jó? És várunk szeretettel a világ legkedvezőbb tandíjával, és legkedvezőbb tanfolyamával. Szeretlek benneteket, szeretlek. Sziasztok!